A hét első napján egyszerre három személyi sérülés is történt gázolás következtében. Gépjárművezető, elektromos rollert használók, kerékpárosok, gyalogosok. A szabályok betartása mindenkire egyaránt vonatkozik az utakon. Balesetek úgy történtek az egyik Pakson hétfőn délután, amikor is egy kerékpáros közlekedett a Táncsics Mihály utcában, vele szemben pedig egy járműnek a vezetője balra kívánt bekanyarodni a Bátori utcába, azonban nem biztosított elsőbbséget a vele szemben szabályosan közlekedő kerékpárosnak. A két jármű összeütközött, a kerékpáros elesett és könnyebben sérült meg a balesetben. Ehhez majdnem hasonló, majdnem ugyanolyan baleset történt Dombóváron is néhány órával később, amikor is egy jármű megelőzte az előtte haladó kerékpárost, azonban nem mérte fel annak sebességét, és bekanyarodott az korábban megelőzött kerékpáros elé. A balesetben itt is elesett a kerékpáros, fejsérüléseket szenvedett, őt is kórházba szállították. A harmadik baleset pedig Pakson történt szintúgy, ahogy az első kerékpáros baleset, itt pedig egy gyalogost ütöttek el. A KRESZ szabályait ismerve és betartva, valamint odafigyeléssel lényegesen csökkenthető lenne a tragédiák száma. Arra szeretném felhívni minden járművezetőnek a figyelmét, illetve minden közlekedésben résztvevőnek a figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek egymásra, legyenek figyelmesek és toleránsak az utakon, illetve abban az esetben, hogyha valaki gyalogosként a zebrán kíván átkelni, akkor mindig vegye fel a szemkontaktust a járműnek a vezetőjével, ezzel is felhívva a figyelmét arra, hogy ő éppen át szeretne kelni az úttesten, ugyanis a zebra a gyalogosok számára fenntartott hely, hogyha ők lelépnek az úttestre, természetesen nem féktávolságon belül, akkor az elsőbség az övéké. Szekszárdiakat kérdeztünk arról, hogy mik a tapasztalataik a gyalogos átkelőhelyek biztonságosságáról. Alapvetően biztonságosnak érzem, sőt én azt gondolom, hogy sokat javult a helyzet mostanában. Azt kell tudomásul venni, hogy a gyalog átkelő a gyalogosnak van elsőbsége. És én azt gondolom, hogy az autósoknak nagyobb felelőssége van abban, hogy a gyalogos biztonságban át tudjon kelni, mint magának a gyalogosnak. Persze hát a figyelem az fontos mindkét részről. Van még mit tanulni. Ma tisztességes közlekedés, a gyalogos közlekedésről. De én már nem ugrálok, ebből következik, hogy próbálom betartani a betartatot. Esetenként lehetne több zebra, meg talán észszerűbb helyen is, de biztos a közlekedés forgalma miatt van ez így. Az elektromos rollerről is megoszlanak a vélemények. Mindenképpen engedélyhez kötném jogosítványhoz, mert nagy sebességre képesek és nagyon sérülésveszélyes, amiért én bukósisak és jogosítványt mindenképp kötelezővé tennék ahhoz, hogy ezzel lehessen haladni. Kifejezetten most ebben a nagy kánikulában ajánlatos még jobban odafigyelni egymás testi épségére.